Keszthelyi Vivien karrierje egyedülállónak mondható a magyar autósportban. 4 évvel ezelőtt indult el a pályafutása a Swiss Europe Cup-ban, azóta pedig olyan sebességgel halad előre, ami egyértelműen kuriózumnak mondható. A fiatal pilótát 2016-ban választotta ki az Audi Sport Racing Academy. Tehetségét mutatja, hogy mára ő maradt az egyetlen pilóta, akit a cég továbbra is foglalkoztat azok közül, akik vele együtt kezdtek bele a programba. Keszthelyi Vivien autóversenyzőt az egyik legnagyobb tehetségként tartják számon. 16 évesen a világ egyik legfiatalabb női gyorsasági autóversenyzője. Karrierje 4 évvel ezelőtt, 12 éves korában az ausztriai Spielbergben kezdődött el. A kamion Európa-bajnokságra látogatott ki édesapjával, és az egyik betét futamot látva, az akkor még Suzuki Kupa ausztriai állomását végignézve döntötte el, hogy szeretné kipróbálni az autóversenyzést. Rögtön megtetszett a versenyzés, mivel imádom az adrenalint. És mondtam apának, hogy ezt ki szeretném próbálni, ezt a sportot. Szülei ellenezték a dolgot, de rögtön látszott, hogy tehetséges. 2013. novemberében ültem először bele egy Suzuki kupás autóba. Ugye a 130 lóerő volt, elkezdtünk edzeni a mentorral, ugye a kupa sorozatnak a mentorával, és nagyon jól alakultak a dolgok, és 2014-ben volt az első versenyem a Hungaroringen esős körülmények között, és sikerült megfogni rögtön a 3. fokát a dobogónak. Kezdetben a közönség előbb megdöbbent azon, hogy egy fiatal lányul a volán mögött, ezt követően azonban technikájával és gyorsaságával pillanatok alatt kivívta a tiszteletet. Sokat kellett bizonyítani, hogy meg tudom állni a helyemet ebbe a kupa sorozatba is. Itt nagyon jól sikerült, mivel nagyon sok eredményt elértem. Ugye a top 5-ben mindig benne voltam, és ez nagyon pozitív volt. És 2015-ben fejeztem be a Suzuki kupás évemet. Majd még ebben az évben felfigyelt rá az Audi, és felfedezte magának Vivient. 2015-ben Szlovákia ringen volt egy megfigyelő az Auditól, amit mi nem tudtunk csak utólag, és kerestek a világból 3 fiatal versenyzőt, akit fel akartak venni erre az akadémiára, és közte voltam én is, megkaptam ezt a lehetőséget. A verseny után 2 héttel kaptak egy e-mailt, meghívták őt Németországba egy tesztvezetésre. Vivien teljesítményére voltak kíváncsiak, és rendkívül elégedettek voltak. Majd szerződést kínáltak, és Viviennek teljesült az álma, bekerült az akadémiára, rengeteget tanult és fejlődött. Az egy év úgy nézett ki, hogy megkaptam tőlük azt a lehetőséget, hogy egy Audi TT kupás autóval versenyezzek egy Közép-Európa bajnokságban, amit meg is nyertem. És emellett a sorozat mellett jártam ki Németországba, illetve Európa szerte tesztelni még plusz az akadémiával. Időközben az akadémiai elfoglaltságok miatt magántanuló lett, és az életkorához képest a lehető legmagasabb kategóriában a lehető legnagyobb teljesítményű versenyautóval versenyzett a 2016-os szezonban. Majd 2016. decemberében betöltötte 16. életévét, amit ő is várt, és az akadémia is. Ők is várták már azért, hogy 16 legyek, és be tudjak lépni a TT kupába, illetve a nemzetközi mezőnybe. És ez volt az első éven, meg még most is zajlik a TT kupa. 7-es rajtszámmal vágott neki a világ egyik legkeményebb sorozatának, a számára legfontosabb társával. Első kerék meghajtású autó, 340 lóerő, és van egy push-to-pass system az autóban, ami azt jelenti, hogy 30 lóerőt ad le gombnyomásra. Ezt akkor szoktuk használni általában versenyen, mikor jobb kigyorsítást szeretnénk az autóval, és 1200 kg az autó, úgyhogy elég jó az arány, illetve nagyon stabil és hankog gumikon megyünk. Az első állomás Hockenheim volt május elején. Első versenyét műszaki hiba miatt el sem tudta kezdeni, majd a második futamon az egyik riválisa nagy erővel nekiütközött, és a futómű súlyos sérüléseket szenvedett. Május végén Nürburgringen a 4-szeres Forma 1-es világbajnok Sebastian Vettel öccse Fabian autója szállt bele a balesetet elkerülni már nem tudó magyar pilóta autójába. Keszthelyi Vivien a baleset után kórházba is került. Sajnos rajtbalesetbe keveredtem, de 3-an kiestünk, engem sajnos kórházba szállítottak. Utána rögtön ez eléggé bántott, hogy nem bírok ott lenni a második versenyem. Úgyhogy ez eléggé frusztrált és rossz volt hallani, mert ott volt a kórház, és hallottam, amikor elrajtoltak. Nagyon várta a következő versenyt július elején a legendás Nürburgringi városi pályán. Tipikus első kanyarba oldalba telibe találtak, és a betonfalba ütköztem, úgyhogy ennél rosszabb nem lehetett már ez az év kezdete.
de viszont a második versenyen sikerült a 8. helyet megfognom. És így megszerezte első pontjait az Audi TT Cup-ban. Augusztus 18-a és 20-a között a hollandiai Zandvoortban körözött a TT Cup mezőnye, és Vivien kétszer is pontot szerzett. Az Audi TT Cup mellett van még egy fontos dolga. Az akadémián van egy GT3-as R8 elemes 600 erős autóval teszt, úgyhogy most ez a kettő működik együtt. A PEC sorozata ellenére nem adta fel, és erre külön büszke. Kitartó vagyok, és nagyon sok balesetem volt, és még mindig nem adtam fel, és az Audi is mondta, hogy annak ellenére, hogy már voltak komolyabb baleseteim, még ettől is komolyabb, tényleg visszaültem rá egy hétre az autóba, és tudtam dobogós eredményt elérni. Még 3 verseny hétvége van hátra, célja pedig, hogy meglegyen a top 5-ös eredménye a TT kupában. Jövőre már szeretne itthon is versenyezni, és a hosszú távú céljai is elég komolyak. Hosszú távon ugye a DTM volt a cél, de ugye most sajnos bejelentette a Mercedes, hogy kilép, így eléggé megingadozott a DTM sorsa. De szerintem fogják folytatni, csak egy másik márkával, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, ha nem, akkor lehet el kell gondolkodnom a forma irányába.